Szervusztok, üdvözlök mindenkit a 4. Metód országos bajnokság második selejtezőjének első fordulójáról. Hát, mint látjátok, megint fölkerült a vastag ruha rám. Tegnap szép idő volt nagyon, de várható volt ez a hidegfront betörés, éjszaka meg is érkezett. Többen azt mondják, hogy ez jó hatással lesz majd a halakra, többen meg azt mondják, hogy ettől besokkolnak most a hirtelen a halak, és abszolút nem lesznek étvágyuknál, nem fognak enni. Megtörtént már a limit ellenőrzés, elkezdődött a verseny is. A végére ki fog derülni, hogy kinek volt igaza. Én fogok forgatni ismét egy kis filmet erről a bajnokságnak, erről a selejtezőjéről. Remélem, hogy hangulatában majd sikerül visszaadni, hogy miért érdemes egy országos bajnokságra benevezni. Ahogy említettem, 50 versenyző rugaszkodott neki ennek a cudar időnek, bár igazából csak a szél miatt van nagyon hűvös, szerencsére az eső még most nem esik. Hát holnapra még erősebb szelet jósolnak. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogja a halakat erre a tónak az első traktusába áttolni a szél. A bajnokság is azért vonzott érdeklődőket, nézelődőket. Itt ezek a 10, 11, 12, 13 helyek. Ezek szoktak általában jól muzsikálni. A 13-as helyen jó járt Martin horgászik. Mellette Lusták József. És utána a 10-esen Kuzzad János. Gergőnél is egy kárász. Azt kell fogni, ami van. Minél gyorsabban. Tegyed be, nem utogasd. Tedd be. Úgy. Öt darab? Öt ponty. Öt ponty? Hát akkor a király vagy. Nagyon. Csak pici kilós. Érdekes egyébként, hogy itt a két szektor közötti szabad területen rengeteg csiga gyűlt össze, mindenhol látszanak a nyomai. És itt is van egy kis példány, ott a következő. Hát valószínű, hogy itt egy ilyen csiga bölcsöde lesz. Valószínűleg egy ilyen szaporodási helye lehet a csigáknak ez a terület, mindenhol ott vannak a nyomok. Itt egy következő. Hát amíg mi horgászunk, a természet is teszi a dolgát.
Negyedik metód országos bajnokság második selejtezőjének második fordulója. Hát ha lehet, akkor még viharosabb szél. Szerintem ez a jósolt 50-es, 60 km per órás szél még erősebb széllökésekkel lesz megérkezett. Úgyhogy felvonatva ma is a lecke. Azok, akik ilyen nagy távolságot terveznek horgászni, azok bajba lesznek, hogy hogyan fognak tudni ebbe a szélbe egyáltalán úgy bedobni, hogy kétszer ugyanoda. Arról nem beszélve, hogy a zsinórnak a hasa olyan lesz, hogy a harmadik szomszédnál fog megállni. De meglátjuk, ugyanis ez a szél azért kitolhatja a halat a part mellé is, többen is készülnek ilyen egészen közeli horgászatra. A tolak ott a hátsó része egyébként, amit ott az erdő szemben lévő erdőnél, amit láttok ott, ez egy csekélyebb terület. Picit szélvédettebb is, ugyanis ott van ez az erdősáv, ami megfogja ezt a szelet. Viszont itt a A szektorba, B szektorba teljes erővel csap le ez a viharos szél. Úgyhogy a srácok megkezdik az alapozó etetést, nem sokára indul a verseny. Sőt, óra hossza múlva már fogjuk tudni, ki az a 12 fő, aki a döntőbe verekedte magát.
harmadik rej, négyes látod, már nem sajnáljuk a végéről. Aha. Parancsolj. Köszönöm szépen. Milyen megvártátok a eredményhirdetés végét. A külön köszönöm már annak is, aki hátul végzett, hogy ő is megvárja, lehet, hogy jövőre előrébb fog majd végezni. Az első kérdésem az lenne, hogy hozzám két észrevétel érkezett a verseny kapcsán, vagy verseny közben. Egyik sem, nem mondom azt, hogy óvás érkezett, csak észrevétel, amit megnéztünk így a versenybizottság által, mind a kettő volt a helyszínen, le tudtuk ezt rendezni. Bárkinek bármilyen óvási igénye van-e, mert ugye a eredményhirdetés után már erre nincsen lehetőség, és a eredmények közzététele az egy órával ezelőtt megtörtént, tehát bárki, aki gondolom már látta, mindenki, kitettem a papírokat is a saját eredményére vagy súlyára nézve látott esetleg elírás, mert emberek vagyunk, tévedhetünk, mert ha nincsen ilyen, akkor ugye ezt tekintendő hivatalosnak is, akkor az eredményhirdetés után már. Hát nem volt egyszerű dolgotok, ez várható volt ebbe a borzasztó szeles időben, mindjárt egyébként az eső is esni fog, úgy tudom, úgyhogy vagy nem is nagyon szaporítanám tovább a szót. A fogásokra egyébként kitérve, az első nap ilyen 8,4 mázsa halat fogtatok, a második nap 9 mázsát, összességében 17,5 mázsa hal került ki a tóból. Én azt gondolom, hogy nyilván ez nem egy ilyen 100 kilós fogásokról szólt ez a verseny, de azért 41.880 grammal most is sikerült egy szép fogást összehozni a tegnapi nap Gyimesi Bencének. Az eredményhirdetésnél ugye annyi, hogy 12 fő jut ebből a selejtezőből a döntőbe. Én azért elmondanám az 50. helytől visszafele az eredményeket, mert azt gondolom, hogy mindenki végigküzdött a tisztességgel ezt a versenyt. A 12 tovább jutott pedig majd kérném, hogy amikor a nevüket hallják, akkor fáradjanak ki, mert a Németh Attila az Alufloknak a feltalálója vagy tulajdonosa, nem is tudom, ő felajánlott egy bottartó fejet minden döntőbe jutott versenyzőnek, egy ilyen nemzeti trikolorral díszítettet, és ezt át fogjuk adni, és utána még kérném őket, hogy majd itt a dobogó mellett álljanak fel. Pedig helyen végzett Vajas János 20 ponttal. Rossz volt a háttér, nem lehet mondani. 49. lett Huszár Attila 19 ponttal, 48. Sparing Balázs 19 ponttal, 47. Szabó Károly 18 ponttal, 46. lett Szabó István 18 ponttal, 45. lett Megyesi László 18 ponttal, 44. Herzog György 17 ponttal, 43. Szekeres Tibor 17 ponttal, 42. Verle Katalin egyetlen hölgyversenyzőknek azért ezúton is gratulálok 16 ponttal, 41. Sudár Gergő 16 ponttal, 17. Jóját Martin 8 ponttal, 16. Németh Dénes 8 ponttal, 15. Kozsán Péter 8 ponttal, 14. Erdei Attila 7-es ponttal, 13. Skultéti Dorián 7-es ponttal, tehát ez a 7 pont volt a vízválasztó, és 6 pont kellett a döntőbejutáshoz, és akkor a döntőbe jutott versenyzőknek a díját adására pedig Úrfi Tamást, a Fejér megyei Horgász Egyesületek Szövetségének a ügyvezetőjét kérem fel, és én azt gondolom, mielőtt ezt megteszem, a verseny lebonyolításában segítkező dolgozóknak és segítőknek egy nagy tapsot, mert szerintem megdolgoztak érte. Köszönjük szépen a mintájukat. És hát akkor 12. helyezett Bagi Zoltán 6 ponttal. Hajrá, P-mobil! A 11. lett Horváth László, szintén 6 ponttal, fogott súly van a közöttük, mindössze 1 kiló. Igen, gyertek, fáradjatok ide, Zoli, gyertek ide a dobogó mellé, jó? Mert majd csinálok egy képet a végén. A 10. lett Orsó Zsolt, szintén 6 ponttal, 50.240 grammal. A 9. lett Tolnai Bálint 6 ponttal, 51.980 grammal. A 8. lett Lusták József 6 ponttal, 54.480 grammal. A
Hetedik lett Balog Áron 6 ponttal, 58.660 grammal. Hatodik lett Gyimesi Bence 6 ponttal, 62.220 grammal. Ötödik lett Novák János 4 ponttal, 49.800 grammal. Negyedik lett Schindler Tibor, szintén 4 ponttal, 53.980 grammal. És hát a dobogósok, nagyon-nagyon komoly verseny volt, ugyanis a dobogóra 2 ponttal lehetett felállni mind az első, mind a második helyre, és a harmadik helyre is 3 pontot kellett gyűjteni. Ez Csóka Alexnek sikerült, 50.180 gram, 3 pont. Második helyen végzett, 2 ponttal 54.940 gram fogott hallal, Tóth László Krisztián. És a második forduló, vagy második selejtezőnek a bajnoka 72.880 grammal, 2 ponttal Frankó Zoltán Tibor. Jó. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt. Én úgy gondolom, hogy akkor lehet jönni gratulálni a győzteseknek, csak ti ne menjetek el, mert utána egy gyors fotót hadd lőjek majd rólatok, vagy előbb csinálok egy fotót is, utána lehet gratulálni. Hazafelé mindenkinek jó utat kívánok, vigyázzatok ebbe az őrült szélbe, nehogy az autópályán megdobja az autótokat. És hát találkozzunk jövőre, a döntőbe jutottakkal pedig a döntőben. Köszönöm még egyszer, sziasztok! Frankó Zoltán áll itt a mikrofonom előtt, aki megnyerte 2 ponttal ezt a versenyt. Hát Zoli, hogy készültél fel, mi volt a taktikád, mi volt a versenynek a tapasztalata, mi vezetette ez a szép sikerhez? A csapatmunka, az Energofish Feder teamnek a közös munkája, és itt Szabó Bencét, Új Szászi Danit kell főleg kiemelnem, akik le is jöttek hátterezni tegnap, ma meg csapatfőnökünk Lukácsi Béla volt itt. Tehát mindig volt velem valaki, mert ma most ezen az elődöntőn csak én voltam itt a csapatból horgászni, viszont megkaptam azt a támogatást és tapasztalatot, amit az előző elődöntőben ugye Bence már akkor a dobogón állt, és ugye ebből indultunk ki. Volt egy olyan etetőanyagunk, amit ha megtaláltuk a halat, akkor azt meg is ette, úgyhogy ez szerintem döntő volt. És a másik, amit most mondtam, hogy minden helyen meg kell találni, hogy hol van a hal. Van szerintem mindenütt valamilyen formában, vagy kárász, vagy a kisebb pontyok, vagy a nagyobb pontyok, de ha nem jó távon horgászik az ember, akkor lehet lukat ütni. Azt látom egyébként sok versenyzőnél, hogy pelletekkel készültek. Te pelletekkel horgáztál már etetésileg, vagy pedig, tehát hogy mikropellettel, vagy pedig etetőanyaggal? Használtunk mi is pelletet. Etetőanyagot és pelletet egyaránt. Még Sisa Józsi jön a következő elődöntőre, addig nem mondom el, hogy mi volt a pontos összetétele, de használtunk. Jó, ez igaz. Jó. Hát nagyon szépen gratulálok a csapatnak is akkor, és neked is eddig nagyon szépen hozzátok az eredményeket ezen a bajnokságon. Sok sikert kívánok neked a döntőben. Köszönöm szépen.